Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Bocsánatkérést vár Bomba Gábortól, Zaják Rita szerint évek óta csúsznak a fejlesztések az éjjenszegszárd miatt. Már dolgoznak a helyreállításon, hónapokat vesz igénybe a beszakadt út kijavítása. Még van elég üzemanyag, bár a stratégiai tartalékhoz már hozzá kellett nyúlni. Elkezdődött a 20. Tarka Marha Fesztivál. Három napon keresztül minden Bonyhád büszkeségéről szól majd. Bocsánatot kell kérnie a szekszárdiaktól Bomba Gábornak, amiért közel 3 évvel a választások után jutottak csak el oda, hogy hajlandóak a Fidesszel együtt dolgozni a tolnai megyeszékhely fejlődésének érdekében. Ezt mondta pénteki sajtótájékoztatóján Zaják Rita. A polgármesteri tanácsnok szerint erre már sokkal korábban sor kellett volna keríteni, ám éppen az éjjenszekszárd támadta őt amiatt, hogy a nagyobbik kormánypárt képviselőivel próbált együttműködni. Szekszárdért. Több mint egy éve, 2021. március elején lépett ki az éjjelszekszárdból Zaják Rita. Azt mondja azért, mert addig sokáig hitte, hogy 9 év ellenzéki politizálás után végre jó dolgokat tudnak véghez vinni a tolnai megyeszékhelyen. Mint fogalmazotta, az ész viszont nem ezt tette. Szerinte megakasztották a futó projekteket, és a saját embereiket ültették a közgyűlés bizottságaiba. Bomba Gábor néhány napja írt a Facebookon arról, hogy a frakciója és a Fidesz megállapodtak a közös munkáról. Zaják Rita szerint ezt már évekkel ezelőtt meg kellett volna tenni a háborúskodás helyett, azért, hogy szekszárd fejlődni tudjon. Én azt szeretném kérni, hogy Bomba Gábor kérjen bocsánatot a szekszárdiaktól, hogy ezt nem korábban lépte meg. Amikor engem Ácsezső felkért tanácsnoknak 2020. novemberében, én leültem Bomba Gáborral, és mondtam, hogy én szeretném ezt elvállalni, pont azért szeretném elvállalni, hogy rajtam keresztül egyfajta ilyen kiegyezés legyen, hogy haladjanak az ügyek, hogy ne maradjunk le még jobban, mert tény is való, hogy voltak és vannak lemaradások. Zaják Rita példaként említette az Uszoda projektet. Azt mondja, már akkor fel kellett volna mondani a szerződést a kivitelezővel, amikor még az éjjelszekszer többségben volt. Ám erre csak most került sor. Szintén értetlenül áll azelőtt, hogy a legutóbbi közgyűlésen, ahol az észtagjai voltak többségben, miért fogadtak el olyan határozatot, ami gyakorlatilag ellehetetleníti az Allende utcába tervezett háziorvosi rendelő megépítését. Kidobtunk már a Szabó Dezső kapcsán kidobtunk terveket, kidobtunk itt is tervekre, ugye kifizetett pénzt, a Szabó Dezső kapcsán perben állunk a kivitelezővel, hiszen ott már kiválasztott kivitelező volt. Most itt a tervekről kell, ugye, és az idő, ami megint elfogyott, tehát, hogy ezt nem érzem konstruktívnak, és pláne nem előrelépésnek. A sajtótájékoztatóval kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort is. Azt kérdeztük tőle, miért csak most 3 évvel a választások után ültek le az asztalhoz a kormánypárti képviselőkkel, hogy szekszárd fejlődni tudjon, és miért nem tették ezt meg korábban. Ezt egyébként maga a Bomba Gábor is fontos eredményként tüntette fel a Facebook bejegyzésében. Látszik, hogy a végre szót ki is emelte. Kérdésünkre viszont csak annyit válaszolt, hogy ők korábban is egyeztettek a kormánypárti frakció tagjaival. A kormányzati tájékoztató portál múlt heti összesített adatai szerint 18.078 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 2.5.399 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 80 beteg, így az elhunytak száma 46.966 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1.908.907 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 49.526 főre nőtt. Jelenleg 1501 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 2099-en vannak. A megújuló forrásból termelt bruttó villamos energia mennyisége 20,7%-kal nőtt Magyarországon májusban az előző év azonos időszakához képest. A hazai bruttó villamos energia termelés 3052 gigawattóra volt májusban, 11,5%-kal több, mint 2021 azonos hónapjában. Ez a legmagasabb májusi termelt mennyiség 2008 óta. A nukleáris forrásból származó áramtermelés
termelés 23,1%-kal emelkedett, míg a fosszilis alapú 10,2%-kal, az egyéb forrásból termelt pedig 22,3%-kal csökkent az előző év májusához képest. A Dombóvárt Kaposszekcsővel összekötő 611-es főút június elején szakadt be az akkor lezugduló nagy mennyiségű esőzést követően. A helyreállítás első üteme augusztus végéig, szeptember elejéig tarthat, de akkor is még csak részlegesen tudják megnyitni a forgalom előtt a főutat. A június elején bekövetkezett nagy esőzések után szakadt be a 611-es főút Dombóvárt Kaposszekcsővel összekötő szakasza. A kárfelmérés során a Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai lezárták a területet, az akkori közlemény szerint egy hónapra. A munkálatok csúszását több tényező befolyásolta. A talajvíz az nem szivárgott el, így ezt a lehatárolás szátfalazást meg kellett csinálnunk, és talajcserét kellett tennünk, mert a folyóhomokra, a vizes folyóhomokra nem tudtunk betonozni, rámenni se tudtunk, meg kellett várni, míg kiszárad. Az áteres szerkezete jó 100 éves volt, ezek nem ekkora esőzésekre lettek méretezve. A július közepén lezajlott felmérés után a szakemberek a teljes elbontás mellett döntöttek, az új, modern vasbeton szerkezet már úgy kerül kialakításra, hogy egy későbbi nagy esőzés ne okozhasson benne kárt. Az építési szakemberek szárt falas technikával határolták le a területet. Utána elkészült átteresznek a vasbeton lemez alapja, és ráemelése került a nagy méretmérőjű átteresz elemek. Jelenleg most a szátfalazásnak a vasszerelése, zsaluzása történik. A vasbeton lemez alapra emelték rá a nagy átmérőjű áteresz elemeket. A következő napokban betonozzák a szárnyfalat, ezt követően a háttöltés visszatöltése után az aszfaltozási munkák befejeztével augusztus végén, szeptember elején nyitják meg a forgalmat a munka teljes elkészüléséig, részlegesen a 611-es főút Dombóvár Kaposszekcső közötti szakaszán. Bár a magánszemélyek, a taxisok és a mezőgazdasági gépeket üzemeltetők még mindig a 480 forintos hatósági áron tankolhatnak, már az is jól láthatóan növelte a villanyautók keresletét, hogy a cégeknek bő egy hete piaci áron kell tankolniuk. A 480 forintos hatósági áras üzemanyag a jelenlegi szabályozások szerint október 1-jéig él. Azonban július 30-ától a jogi személyek, azaz a cégek számára már nem alkalmazható, ami mintegy harmadával növelte meg a benzines és dízel cégautók üzemanyagköltségét. Az idei második fél évre továbbá a cégautóadó szabályozása is módosult, a díjtételek gyakorlatilag megduplázódtak, míg a környezetkímélő, zöldrendszámos modellek esetén továbbra sincs cégautóadó. Egyre többen tartanak attól, hogy nem lesz elég üzemanyag Magyarországon, akadozik a gázellátás, karbantartási munkákat végez a Százhalombattai finomító, és már a stratégiai tartalékhoz is hozzá kellett nyúlnia a kormánynak ahhoz, hogy fent tudja tartani a lakossági árat, ami már egyre kevesebbeknek elérhető. Az egyik legnagyobb magyar üzemanyagszolgáltatónál maximum 50 litert tankolhatnak az autósok, de van olyan benzinkút is, ahol legfeljebb egyszerre csak 20 liter üzemanyagot lehet a gépjárművekbe tölteni. A mennyiségi korlátozásokat azért vezették be, hogy a hatósági áras üzemanyagot ne lehessen felhalmozni. Most a sofőrök mégis attól tartanak, hogy el fog fogyni a benzin és a gázolaj. Hát ugyanúgy dolgozni kell járnom, és mással nem tudok, csak kocsival én például. Előbb-utóbb csak megtelik az összes IBC, amit megtörtenek a pánikvásárlók. Utána most legfeljebb az, hogy éppen egy órára nincs üzemanyag, de utána újból lesz. Volt azonban olyan is, aki azt mondta, biztosan nem fogy el az üzemanyag. Erre szüksége van mindenkinek. Annak is, aki eladja, meg aki használja. Ez kölcsönös alapon fog működni. Az, hogy most egy bizonyos dologba akadályozzák az üzemanyag ellátást, de én szerintem szükség van rá, és lesz is. Pedig az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk a piros cetlivel, az üzemanyagadagoló pisztolyokon. Az ellátást tovább nehezíti az is, hogy július végén megkezdődött a Százhalombattai finomító karbantartása. A magyar felhasználás 100%-át adó finomító is leáll. A leállás
időhossza azért nehezen becsülhető meg, mert az újraindítás nem automatikus, illetve az újraindítás során keletkezhetnek olyan hibák, mint ami a sveháti finomítóban is történt, de a MOL-lal folyamatos kapcsolatban vagyunk, és a karbantartás minden részletéről tájékoztást kapunk. Az árstopp fenntartásáért a kormánynak már a stratégiai készlethez is hozzá kellett nyúlnia. A gázolaj 38%-át, a kőolajkészlet és dízelkészlet 24%-át szabadították fel, hogy a lakosság számára továbbra is hatósági áron tudják biztosítani az üzemanyagot. Augusztus 12-én ünnepeljük a Fiatalok Világnapját. Az ENSZ közgyűlése 1999-ben nevezte ki erre a célra a dátumot. A jeles nap célja, hogy lehetőséget adjunk a fiataloknak, hogy felhívják figyelmünket a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, nehézségeikre. Pénteken elkezdődött Bonyhádon a 20. Tarka Marha Fesztivál. A háromnapos programsorozat során gasztronómiai, kulturális és tudományos programok váltják majd egymást. Két évtizeddel ezelőtt szerveződött meg először a Tarka Fesztivál Bonyhádon, melynek előtörténetét az a szakmai fórum adta, melynek keretében a gazdák információkhoz juthattak az adott időszak kérdéseiről. Az idei Tarka Fesztivál szakmai napján az aszály és az ukrán háború okozta nehézségek kezeléséről esett a legtöbb szó. Juhász Anikó helyettes államtitkár azt mondta, a kormány csomagtervet dolgozott ki az állattartók nehézségeinek kezelésére. Az asszály operatív törzs hozott egy 5 pontos első segítségcsomagot, amelyben a termelők jövedelmi helyzetét próbáljuk amennyire lehet rendezni. Biztosítástól, hitelmoratóriumon át sok eleme van ennek. Ez a csomag első körben 3 milliárd forintos keretösszeget tartalmaz. A Tarka Fesztivál a város legnagyobb közösségi ünnepe, mondta Filóni Ferenci Baja polgármester. Az idei jubileumi rendezvényre 2 év szünet után kerülhet egy sor. Nagyon sokat dolgoztunk, sokan azért, hogy ez a hétvége jól sikerüljön. Bízom benne, hogy mindenki talál magának olyan programot, ami a kedvére való. A 2 év kihagyás egy nagyon nagy felfokozott várakozást is jelent. Ezt lehet érezni a levegőben, a beszélgetésekben, az utcán. Mindenhonnan nagyon sok biztató és kérdező, érdeklődő telefont és kérdést kapok a városlakóktól, sőt még a környékben, a völgységből is, hiszen tényleg mindenki nagyon várja már ezt az eseményt. Bízom benne, hogy mi mindennek tettünk annak érdekében, hogy jól sikerüljön, hogy ez így is lesz. A gasztrokulturális fesztivál nyitányaként már sütötték az ökröket is. Összesen 66 méter fóliával tekerték be a 3 év körüli állatokat, és a főzéshez több mint 10 kiló sót és fűszert használtak fel, mondta Dárdai Ferenc sütőmester. A 2 ökörből közel 1600 adag ingyentség készül majd el. Csökken a forgalom az ingatlan piacon nyáron. A befektetési céllal lakást vásárlók ugyanakkor aktívak, közölte az egyik legnagyobb kereskedő cég. A becsült 8978 adásvétel alapján 2022. júliusában az előző hónaphoz képest 17%-kal, az előző év hasonló időszakához képest 20%-kal gyengült a forgalom. A jelzálog hitelpiacon is elkezdődött a csökkenő tendencia. 2022. júliusában 110 milliárd forint jelzálog hitel realizálódott, ami 17%-os kiesés a tavaly júliusi 132,6 milliárd forintos tényadathoz képest. Az idei júniusi becsléshez viszonyítva pedig 8%-os elmaradásban van. Kisebb és nagyobb gyerekek tölthettek el egy hetet az Alsónyéki Református Plébánia által szervezett bárányképző táborban. Bibliai történetekkel is megismertették a fiatalokat, de önfelett játékokból sem volt hiány. Fogocskázástól volt hangos az Alsónyéki Református templom udvara. Míg a kisebbek kint szaladgáltak, addig a nagyobbak, akik már segítőként vesznek részt a nyári táborban, bent a templomot díszítik, hiszen a hét zárásaként egy bibliai jelenetet fognak majd bemutatni a gyerekeknek. A rövid színdarab célja, hogy a kicsiknek játékos formában érthetőbben tudjanak elmagyarázni egy-egy történetet. Mérges Nóra második alkalommal vett részt a táborban, mint segítő, azt mondja, teológus hallgatóként sok tapasztalatot tud gyűjteni itt. Idén Mózes történetét dolgozzuk fel, a kivonulást Egyiptomból, a tenger ketté választását, ami nagyon érdekes és izgalmas téma,
Ezeket jelenetek formájában szoktuk nekik bemutatni, ezután van egy kis áhítatos rész is, amiben még jobban kibontjuk, és még egy kis csoportos foglalkozás is, amiben egyenként beszélgetünk a gyerekekkel, elmagyarázzuk nekik, hogy is volt ez. Ahhoz, hogy Mózes története még jobban megragadjon a gyerekek fejében, minden foglalkozás után lerajzolták a hallottakat, amit majd a tábor végén emlékként magukkal vihetnek. Az évek során nem csak bibliai témájú történetekkel ismertették meg a gyerekeket. Tavaly Pál utcai fiúk voltak, ott a gyerek kapcsolatokon keresztül nagyon sok lelki igazság van, amihez tudtunk kapcsolni bibliai üzenetet a gyerekeknek minden nap, és akkor ott is voltak Pál utcai fiúk, Vörösingesek, Grund volt, tényleg ilyen nagyon izgalmas volt. A tábor szervezői számára fontos, hogy ez alatt az egy hét alatt a gyerekek az önfelett játékon túl lelkileg is fejlődjenek, elsajátítsanak olyan alapigazságokat, amivel jobbá tehetik kapcsolataikat és ezáltal saját életüket is. Regionális híreink következnek. Az erőművek helyett a lakosságnak kell a tűzifa, civil vélemény a jogszabályváltozásról. Egyre több a tanszeradomány, az ormánságba jut a legtöbb csomag. Egy hét a csillagok alatt, a Zselicben is várják a Perzeida meteorrajt. A lakosság igényeit kell kielégíteni tűzifából, ezért a kitermelt mennyiséget hozzájuk kell irányítani, nem a hőerőművekhez, mondja a Civilek a Mecsekért mozgalom szóvivője. Vice Csilla azt mondja, a fakitermelés feltételein változtató legújabb jogszabályról még egyeztetnek a szakértőkkel. Ezután alakítják ki álláspontjukat. A szervezet a Pécs környéki erdők vizek megvédését tűzte ki céljának korábban. Ehhez ragaszkodnak továbbra is. Ez az a kormányrendelet, amely a veszélyhelyzet idejé alatt a tűzifa igények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szól. Ez a jogszabály tesz engedményeket a fakitermelésben. Megkérdeztük a Civilek a Mecsekért mozgalom szóvivőjét is erről. Vice Csilla azt mondja, az erőművek faigényét kellene lakossági célokra fordítani. Magyarországon ilyen hőerőmű, villamos energiát állít elő, ezt kéne megszüntetni, és ezt a tűzifát odaadni a lakosságnak, hogy beszerezhető áron, normális áron tudjanak, ha szüksége van a sok háztartásban a tűzifa elégetésre, innen kellene a fát biztosítani. Fából villamos energia előtállítást, ezt kellene megszüntetni. A szóvévő szerint ezek az üzemek használják fel a kivágott fa mennyiség jelentős részét. Az óriási mennyiségű tűzifa igénye a hőerőműveknek van, nem csak Pécset, hanem a Mátrában és Vértesben és Ajka mellett. Ezeknek az óriási tűzifa igényét kellene átterelni a lakosság részére, hiszen értjük, hogy veszélyhelyzet van, bizonytalanság van, háború van, és a lakosság tűzifa igényét ki kell elégíteni, de nem úgy, hogy megnövekedjék a tűzifa ára még 30 000 forintnál is drágábban, hanem a hőerőműve beszállításra kerülő mennyiséget kellene a lakosság részére irányítani. Ezt várnák el ebben a helyzetben, mondja Vice Csilla. A szóvivő szerint nem szabad lazítani az erdők védelmén. Várnánk azt is, hogy védje az erdőket, tehát az erdészeti szabályokat ne lazítsa természetvédelmi területen, ne lehessen tarvágást végezni, tehát ilyen irányú lazítást azért nem tudunk elfogadni. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a jogszabálya csak a veszély idejére van a hatályban, tehát november 1-jel jelen szabályozás szerint megszűnik. A Civilek a Mecsekért mozgalom még erdészekkel, szakemberekkel egyeztet az új jogszabályról. Ezután alakítja ki véleményét, mondja Vice Csilla. Mint ismert, a szervezet fellépett a Pécs környéki erdők pusztítása, a vizek szennyezése, a levegőben az elektromágneses sugárzás csökkentése érdekében. Így akadályozta meg a Tubesre tervezett lokátor megépítését. Majd Pécs polgármesterével bírósági pere is volt, mert állítások szerint Péterfi Attila korábban a hőerőmű vezetőjeként jelentős mennyiségű fát vásárolt a hő- és villamos energiatermeléshez, amit a mostani városvezető hazugságnak nevezett. A pert végül megnyerték a Civilek. Egyre több rászoruló család kap anyagi hozzájárulást az iskola kezdés előtt. Amelyik önkormányzat saját erőből nem tudja megoldani, ott a baptista szeretetszolgálat próbál adományokat szállítani. Szeptemberig a tanszercsomagok összeállításában nyújtanak segítséget.
Tanszereket válogat ez az anyuka egy pécsi papírboltban. A listát az iskolák általában előre kiadják, így a ceruzák és füzetek ára, minősége lehet döntő a vásárláskor. 4 gyermekének kell őszre tanszereket vásárolni, 2 most kezdik az iskolát, 2 pedig már felső tagozatosak. Róluk érdeklődtünk, a csomag mennyibe fog kerülni. Felsősöknél sokkal kevesebb, de az majd akkor fog kiderülni, mert ott nem kapunk előre a listát, hanem ott majd később kapjuk meg. Ott nagyobb füzetekre lesz szükség, azt előre nem is tudom megvenni, meg ott már azért kevesebb, mert már sok mindent újra hasznosítanak, ugyanúgy, ahogy a harmadikos gyermeknél is van, sokkal kevesebb. Az elsősöknél van az, ahol legalább 20 000 forint gyermekenként rá kell, hogy számjunk. A beiskolázás számos térségben, így például az Ormánságban is leküzdhetetlennek látszó problémát jelent. Segítség nélkül a szeptemberi tanévkezdés szinte elképzelhetetlen több család esetében. Kálmán Tamás, a Baptista Szeretett Szolgálat területi koordinátora elmondta, hogy a szükségben élő bajba került családok számíthatnak rájuk. A családsegítő szolgálatoktól és a helyi polgármesterektől kapott jelzések alapján jut el a segítség oda, ahol arra szükség van. Tavaly évben, ha jól emlékszem az adókra, közel 2000 csomag került ki. Már folyamatosan, tehát egy hete megy a sulipak csomagprogram. Már mentek ki intézményekhez, illetve magánszemélyekhez már csomagok. Folyamatosan készülnek és folyamatosan szállítják ki is ezeket a csomagokat. Kálmán Tamás hozzátette, hogy speciális helyzetben vannak itt Baranyában. A gyülekezetek fenntartásában lévő baptista pontban gyűjtik a kézzel fogható adományokat, így 2 térségi általános iskola fogja megkapni az iskola kezdő csomagokat. Én úgy érzem, hogy nagyon jó tapasztalataink vannak, elég sokan ismernek most már bennünket itt a városban, Kertvárosban főleg. Rendszeres visszatérő adományozóink vannak, sajnos kérőink is, de mindenkit szívesen látunk, és minden adománynak nagyon örülünk. A területi koordinátor úgy fogalmazott, hogy az egy évvel ezelőtti eredményt szeretnék felülmúlni, még több tanszercsomagot összeállítva, hiszen, mint mondta, a problémák száma nem lett kevesebb. A kampány szeptember 4-éig tart, az adományozási lehetőségről a Baptista Szeretett Szolgálat honlapján olvashatók további részletek. Ezekben a napokban figyelhető meg a Perzeidon meteorraj maximuma, ezért tartják most az Egy hét a csillagok alatt programot. Az ország számos pontján várják a csillagászok az érdeklődőket, hogy népszerűsítsék a csillagászatot. A Zselici csillagparkban tárlatvezetésekkel, távcsöves bemutatókkal és a csillagos nyári égbolt megfigyelésével is készülnek a szakemberek. Ugyanúgy az égből érkezett. Hasonlóan kőanyagból van, szilikátokból áll, mint azok a pici kis porszemcsék, amik nem sokára hullanak majd. Láthatjuk az égbolton, csak ez kicsit nagyobb, és ezt utána meg is tudjuk fogni. Ez a fő különbség, hogy ő meteorit, amit pedig látni fogunk este, ők a meteorok. A Kaposvárhoz közeli Zselici csillagparkban a meteoritokról is többet megtudhatnak az érdeklődők. Az állandó kiállítás mellett előadásokkal, távcsöves bemutatóval is várják a kilátogatókat. Van egy ilyen élmény, az teljesen jó. A gyerekek nagyon élvezik, most is ő volt az a vetítés bent, azt kifejezetten élvezték, új élmény nekik. Pont az a korosztályra rácsodálkoznak minden ilyesmire, főleg ha még tudományos, és akkor meg kifejezetten jó. Nem csak a programokra, hanem sokan a csillaghullásra is kíváncsiak voltak. Ha látunk egy hullócsillagot, akkor kell kívánni, és ha nem mondjuk el, akkor teljesül. A Zselici csillagpark és környéke az egyik legmegfelelőbb helyszín a megfigyelésekhez. Maga a Zselici csillagpark egy olyan területen található, ahol a fényszennyezés szintje alacsony, tehát így például a tavalyi évben szerencsések voltunk, és a leghalványabb hullócsillagokat is láttuk a Perzeidákkor. A maximum éjszakáján kollégák 600 hullócsillagot számoltak össze, illetve valamivel többet. Idén már 3. alkalommal rendezik meg országszerte az Egy hét a csillagok alatt program sorozatot. Augusztus 14-éig 85 helyszínen 140 programmal várják az érdeklődőket. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Bocsánatkérést vár Bomba Gábortól, Zaják Rita szerint évek óta csúsznak a fejlesztések az éjjenszegszárd miatt. Már dolgoznak a helyreállításon, hónapokat vesz igénybe a beszakadt út kijavítása. Még van elég üzemanyag, bár a stratégiai tartalékhoz már hozzá kellett nyúlni. Elkezdődött a 20. Tarka Marha Fesztivál, 3 napon keresztül minden Bonyhád büszkeségéről szól majd.
Szombaton Zömében felhős idő lesz, időszakos napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatargócokkal. Általában gyenge marad a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. Vasárnap, hétfőn és kedden napsütéses, füllett, napról napra melegebb idő ígérkezik, 30 fok körüli, majd a feletti maximumokkal. A jövő hét elején a napi felmelegedés ismét elérheti helyenként a 35 fokot. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!